sírnál vagyunk, de bölcső ez a hely. A hazai természetvédelem bölcsője. Ezzel a mottóval nyitotta meg a síremlék átadási ceremóniáját Puskás Zoltán, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatója. Az eseményen napjaink kócsagőrei, 10 nemzeti park természetvédelmi őrei is részt vettek. A jelenlévő több mint 200 dolgozó számára az avató ünnepséggel kezdődött meg a természetvédelmi őrök országos találkozója. Azóta is, amióta az első kócsagőr munkába állt, a természetvédelmi őrszolgálat valamilyen formában folyamatosan működik Magyarországon. Igaz, azóta sokkal többrétűbb feladatot látnak el a természetvédelmi őrök, legyen az hatósági, rendészeti feladatellátás, monitoring, a különböző területkezelések előkészítése, megvalósítása. A rendezvényen megjelent a domborművet alkotó Munkácsi díjas szobrászművész DNS Attila is. A munkáját segítette, hogy az 1954-ben elhunyt Gulyás Józsefről rendelkezésre állt egy fénykép. Ezt vettem alapul. Tehát igyekezve, hogy tökéletesen visszaadjam az egyéniségét, meg azt a folyamatot, ami, ahogy ő tulajdonképpen gyűjtötte a tojásokat, meg járta a kis Balaton vidékét. Gulyás József életének legfontosabb időszakában Vörsön élt. Balczó Bertalan helyettes államtitkár elmondta, a madarak megmentésén túl a kócsagőr munkájának jelentősége más szempontból is vitathatatlan. Lehet, hogy ezt ő életében még igazán nem konstatálhatta, az ő szerepét ebben, és a jelentőségét annak, amit ő elindított. Egyébként közadakozásból vállalhatta ugye ezt a hivatást, de ma már ezt egy messzebb pontból szemléve, 100 év távlatából látjuk, hogy nem kevesebbet, mint a gyakorlati természetvédelmet indították ők útjukra. Az avató ünnepség koszorúzással fejeződött be. Az alkalomra készült el a Kisbalatoni Krónika című könyv, amely Gulyás József ükunokája, Vas Krisztián másfél éves gyűjtőmunkájának eredménye. A szerző elmondta, a könyvben a magyar természetvédelem főbb stációi olvashatók. Ebbe a históriai keretbe helyeztem be az első magyar természetőr munkásságát. Az ő munkájának is köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar nép számára oly fontos és szeretett arisztokratikus fehér madár megmaradhatott, és manapság már 4000 pár található hazánkban. Gulyás Józsefről és a Kisbalatoni Krónika című könyvről táblatájékoztat a temető bejáratánál.